Na gyerekek, a mai videóban azt akarom megmutatni, hogy milyen szárszámot lehet, vagy érdemes rendelni AliExpressről. Kínai oldal, kínai szárszám, ízig-véri kínai. Lássuk, hogy mit adnak a pénzünkért Kínából szárszám címen. Kicsit itt már előre dolgoztam ebben az unboxingban. Ez nem más, mint egy lézeres távolságmérő készülék, ami jól helyettesítheti bizonyos esetekben a mérőszalagot. Lássuk, azt mondja itt maga a készülék. Nem vitték túlzásba. Magot egyszerű kis kartondoboz. Egy használati utasítás. Garancia levél, jobban mondva. Aztán gondolom van benne, igen, használati utasítás is valamilyen szinten. Angol nyelven, ami nem hátrány, valamit legalább ki lehet bőle hámozni. Na és hát nézzük magát a kis készüléket, hogy mit tud ez a kütyű. Na. Ez egy elég csinos darab. Jó kézre esik, jó a fogása, gumírozott a széle. Hát meglepően jó kidolgozott készülék. 5300 forintért talán postával mindennel együtt. Hát igen, ez made in Kína. De mondom, ez egy így ránézésre egy minőségi darabnak tűnik. Levesszük a védőfóliát róla. És akkor egy kicsit én csaltam, mert ugye ebbe két darab picike elem, mert most nem nyitom ki, azt hiszem két ásceruza elem, nem három ásceruza elem, tehát a kisebbik való bele kettő darab, ezt ugye nem adják a csomaghoz, én már egyszer kibontottam és raktam bele, de nézzük meg, hogy működik-e a készülékünk. Hát ez teljesen jó, működik egy egészen használható kijelző, bár eléggé tükröződik a kamerán. Na, de mindjárt megpróbáljuk úgy letesztelni, hogy lássatok is belőle valamit. És akkor mérjünk egyet. Talán. Hát nem sok minden a kijelzőn nem látszik. Na, talán majd így. Ez egy fordított színezésű kijelző, tehát itt fekete a háttér, és így a kijelzőn keresztül eléggé babra a dolog, na majd talán így. És akkor szépen megjegyzi az előző méréseket, ahogy látjuk, meg ez gyorsan reagál. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az 5500 forintért egy egész jó kis készülék. Elvileg képes a négyzetmétert számolni a mérések alapján, illetve talán még a köbmétert is. Úgyhogy elég sokrétű felhasználásra alkalmas. Hát ennyi pénzért ez mindenképpen egy nagyon jó kis kütyűrű. Nézzük meg, hogyha nagyobb távolságra próbálunk vele mérni. Hát végül is ez majd 7 méter volt. Ott valahol a távolban, nem tudom melyik ponton sikerült megtalálni, most igazából nem is ez a lényeg. Elvileg ugye a doboza alapján ez 40 méteres mérési képességgel rendelkezik. Na, ez az a kategória, amit szerintem érdemes megrendelni AliExpressről ennyi pénzért mindenképpen. Itthon szerintem ezért lazán elkérnek egy, ha még márkát is akasztanak rá, vagy 20 000 forintot lazán, egy ekkora tudású lézeres távolságmérőért, ugye ezek az alap dolgok kaphatók itt 6-7-8 000 forintért, amiken egy gomb van, és az tényleg csak távolságot mér. Úgyhogy ezt bátran merem ajánlani mindenkinek, ennyi pénzért, akinek szüksége van egy ilyen kütyűrűre, az bátran rendelje meg, mert ez egy
Ez egy nagyon frankó kis készülék, egyébként dekó gyártmányú. Már magának készüléken ugye nincs föltüntetve szerintem sehol. Nincs, de a dekónak van európai shopja is, vagy hát európai lerakata inkább. Onnét csomóféle szerszámot lehet rendelni egyébként, ha rákerestek AliExpressen a dekó szót beütitek a keresőbe, ki fogja dobni. Spanyol raktárból, akus fúrókon keresztül a hegesztő pajzsokig egy csomó minden el szokott lenni érhető, és nyilván akkor vámot sem kell fizetni, ha olyan értékben rendel az ember. Ez konkrétan sajnos most Kínából jött, többet is kellett rá várni, bár így sem vámoltatták meg. De hát tulajdonképpen van ennek egy zöld tesója, ami egy sima, egyszerű zöld házas. Nekem ez szimpatikusabb volt, azt hiszem az elérhető volt a spanyol shopba körülbelül ugyanennyi pénzért. Tehát tulajdonképpen mindenképpen azt lehet erre mondani, hogy éri az árát. Na, sziasztok!